Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő urakat, alpolgármester urat, jegyzőasszonyt és a meghívott vendégeket és a BKTV nézőit is, akik majd a későbbiekben figyelemmel fogják kísérni a testületi ülést. A határozatképességet megállapítom. Igazoltan senki nem hiányzik, alpolgármester úr véletlen elfoglaltsága miatt később fog csatlakozni hozzánk. A napirend módosítására teszek javaslatot. A kiküldöttek módosítása következőképpen lenne. Felvételre javaslom a következő napirendi pontokat. Herceghalmi Csicsergő óvoda a 2021-es 22-es nevelési év értékeléséről, a 2022-23-as nevelési év indításáról szóló tájékoztató és éves munkaterv elfogadása. Következő napirendi pont, amire javaslatot teszek, hogy felkerüljön a napirendi pontok közé, döntés műszaki tanácsadásról Herceghalom önkormányzati létesítményeinek energiafelhasználás optimalizálására érkezett árajánlatról, és a zárt ülés keretében pedig döntés Boroka utca 22-26 szám alatti Céper 2 jelű lakásszolgálati lakáscélú bérbeadásáról. A napirendi pontok, a napirend elfogadása egyszerű többséggel történik. Kérem, indítható a szavazás, kérem, szavazzunk. Igen, 7 igen. A módosított napirendet elfogadásra javasolta a testület. Én indítványozom, hogy még egy módosítást hajtsunk végre, tekintettel arra, hogy dr. Szabó László a közbeszerzés tárgyában érintett a 8-as napirendi pont kapcsán. Én kérem a testületet, hogy a rendeletek felülvizsgálatát, módosítására, tehát rendeletek módosítása utáni következő a napirendi pont legyen, tehát az 5-ös napirendi pontnak vegyük a 8-as napirendi pontot, amúgy pedig az összes napirendi pont a kiküldötteknek megfelelő sorrendben követné egymást. Akkor ezt is kérem, hogy szavazza meg a testület, indítható a szavazás. Hét igennel a módosítást elfogadta a testület, tehát így fogjuk akkor a napirendet tárgyalni, és a napirendi pontok tárgyalása így következik egymás után. Az első napirendi pont, tehát döntés az önkormányzat 2022-es évű költségvetéséről szóló 4/2022-es 3.10 önkormányzati rendeletének módosításáról. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki kíván e napirendi ponthoz hozzászólni. Levezető elnök úr, pénzügyi bizottság levezetésére fölkért elnök úr. Akkor én csak néhány mondatban fogom mondani, hogy miért került ugye erre sor. A 22-es költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban, nevezetesen június 30-áig a változásokat bevezetjük a rendeletbe, és így módosítjuk, vagy azokkal módosítjuk. Tehát a központi bevételeinket érintő változások és a befolyt bevételek változásai, módosításai alapján változik a költségvetésünk, valamint ezen időszak alatt döntött, illetve hát határozatot hozott a képviselőtestület, és ezen határozatok alapján a 2022-es évi költségvetés első módosítása akkor így változik, módosul. A mellékletet mindnyájan megismertük, hozzászólás nem lévén, akkor a
rendelet módosítására teszek javaslatot, és kérem, hogy fogadja el a testület. Tehát a tárgy döntés az önkormányzat 2022-es évű költségvetéséről szóló 4/2022 harmadikó 10 önkormányzati rendeletének módosításáról a melléklettel megegyezően. Mivel rendeletalkotási javaslat, ezért minősített többséget igénylő döntést fogunk hozni. Indítható a szavazás. Hat igen, egy tartózkodással a rendelet módosításra került. Következő napirendi pont. Ehhez szorosan kapcsolódik. Beszámoló Herceg-Alom község önkormányzata és intézményei 2022-es első évi gazdálkodásának módosításáról, alakulásáról. Tárgyalta a pénzügyi bizottság, tulajdonképpen itt gyönyörűen látható a pénzügyi bizottság szóvá is tette, vagy egyáltalán meg is jegyezte, hogy ilyen szép beszámolót még nem is nagyon látott a testület sem a bizottság. Nagyon precíz, pontos, és el kell mondani, hogy nagyon jól gazdálkodott mind a testület, mind a polgármesteri hivatal. Nagyon jó munkát végzett a költségvetési bevételek tekintetében, az adóbevételek tekintetében 72,82%-os a működési bevételek, és 77,12%-os az adóbevételek tekintetében az időarányos teljesítés. Tehát az azt jelenti, hogy az adóbevételek, működési bevételek tekintetében alaposan ugye feljebb teljesítettünk. Nagyon jó a teljesítés. Igazából itt meg kell jegyezni azt is, hogy a helyi iparizési adó kompenzációja ugye megérkezett, ugye a kormány rendeletben fogalmazta meg, és így a június 30-ig megérkezett az első részlete ennek az adókompenzációnak 19 millió forint értékben, a következő felét, másik felét pedig októberben fogjuk megkapni. Ami még fontos, a költségvetési kiadások teljesítése csupán 37,55%-os volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon takarékosan és körültekintően gazdálkodott az önkormányzat. Intézményi finanszírozás teljesítése 47,5%-os, ez teljesen egyértelmű, tulajdonképpen ugye a fél éves szintjét produkálja minden intézmény. Róka Péter, megadom a szót. Ez mind így volt, és a Szabó Zsuzsának tényleg köszönjük, hogy nagyon szép anyagot tett össze. A kiadások tekintetében csak pár szót, hogy arról is azért beszéltünk, hogy most az a 37% az nagyon kedvező és nagyon jól néz ki, de ebbe ugye még nincs belekalkulálva a rezsi emeléssel történő kiadások, ami azért ezt a 37%-ot egy picit fölfelé fogja elmozdítani, sajnos. Ezt majd az év végén azért jobban és biztosabban fogjuk látni. Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést, valóban, ne csak a pozitívumokról beszéljük, hát beszéljünk, a jövő azért nem annyira rózsás, de mindent megteszünk azért, hogy az a tervezett 50 millió ebben az évben, 50 milliós plusz kiadás, ami a rezsi költségek megemelkedését tekintetében tervezünk, ez azért lejjebb faragható lesz, de mindenképpen ez elég komoly kiadással jár az önkormányzat számára a működtetési oldalon. Jelenik meg, akkor mondom a rendelet szövegét, illetve ez egy határozati javaslat. Herceg-Alom község önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat 2022-es évi költségvetésének első féléves beszámolóját a melléklettel megegyezően, ami kiküldésre került, elfogadja. A felelős a polgármester és dr. Szelenci Gabriella jegyző. Határidő azonnal. Indítható a szavazás.
6 igen, 1 tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napi rendi pont, döntés a helyi adókról szóló 2/2016, 3/15 önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Megadom a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen az egyes adóktörvények módosításáról szóló törvény nyomonkövetéséről van szó, amely hatályon kívül helyezte az ideglenes ipadőzési adóról szóló rendelkezéseket, és ez a mi adózás rendjéről, a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünkben is módosítást von maga után. Úgyhogy kikerült a rendelet tervezete alapján a rendeletünkből az ideglenes ipadőzési adó, maga a fogalma, a vonatkozó rendelkezések, és a simán az iparüzési tevékenység szóval. Igen, általános iparüzési adó megfogalmazás, illetve ehhez kapcsolódó módosításra került sor. Köszönöm szépen. Ezt a PTB tárgyalta, elfogadta. A módosításra teszek, a rendelet módosításra teszek javaslatot. Indítható a szavazás. Hét igennel a rendelet módosítása megszavazásra került. Következő napi rendi pont. Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotásáról. Itt tulajdonképpen a régi hagyományunk szerint korábban is körülbelül 50 köbméter tűzifát kaptunk. Itt a rendelet megalkotására hívta föl a figyelmet, de ez jegyzőasszony mondja el, ne én legyek itt a fogadatra prókátor. Köszönöm szépen. Ugye támogatáson nyert az önkormányzat szociális célú tűzifa vásárláshoz pénzt. 52 köbméter vásárlásához kaptunk támogatást, ennek viszont egyik feltétele az, hogy az önkormányzat megalkossa az erről szóló rendeletét, ez többen minden évben évek óta így van. Változatlan feltételekkel került a rendelettervezet elkészítésre, és ahhoz, hogy a támogatást tényleg megkapjuk és igényelni lehessen, ahhoz szükséges a rendelet elfogadása. Köszönöm. Gyakorlatilag itt ugye arról van szó, hogy önrészt biztosít az önkormányzat 1000 forint plusz áfa per köbméter, és tulajdonképpen itt az előzetes hatásvizsgálat megállapította, hogy a környezet és egészségi következményeknek hatásvizsgálata az pozitív irányú, hiszen a rászoruló háztartásokat éri hónapokra ingyenes tűzifához jutnak. A indítható a szavazás hozzászólás nem lévén. Köszönöm. A testület megszavazta a kiküldöttek szerint az önkormányzati rendelet megalkotását, a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szabó László urat, aki az óvoda, a Csicservő óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon című projekt építése kapcsolatos közbeszerzést futtatta le, illetve készítette elő, és az eljárást lefolytatta. Néhány mondatban azért nyilván mindenki előtt ismert, hogy a TOPLUSZ 3.3.1 kötőjel 21 kötőjel PTI kötőjel 2022 kötőjel 000064-es számú pályázaton a Herceghalom 399.848.172 forint támogatást nyert el. A Csicsergő óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon tárgyában. És
Szeretném kérni mégis a közbeszerzéssel lefolytatásával megbízott dr. Szabó Lászlót, hogy néhány mondatban foglalja össze, hogy mi is történt a közbeszerzés során. A megbízatásunk alapján az óvoda felújítása volt a tárgya a közbeszerzési eljárásnak. Erre vonatkozó jogszabályok alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az uniót azt jelenleg az uniós támogatásra értem, értékhatár alapján nemzeti rezsimben mozgott az eljárás. Két részben került az eljárás lefolytatásra, viszonylag széles körű érdeklődés mellett az első nagyobb és komplexebb részre 8 ajánlat érkezett, a másodikra pedig 4 darab. Itt nyilván a bizottsági anyagokban is látszik, hogy több érvénytelen ajánlat is volt, ők jellemzően az értékelési sorrendben hátrébb álló ajánlattevők körét képezik le, akik már nem nyújtottak be hiánypótlás, számítási hibajavítás, mivel érzékelték, hogy ők úgymond a versenyben már nem kerülnek ki nyertesként. Viszont szerintem mindenkinek a szerencséjére az első helyezett, aki viszonylag magasan a legjobb árérték arányú ajánlatot adta, ő mindkét részben hiánypótolt, a szükséges számítási hibajavítást is elvégezte, minden vonatkozó igazolást benyújtott, így gyakorlatilag nyertesként kihirdethető. Igazából gyakorlatilag az eljárás röviden összefoglalva ennyi lenne, pozitív döntés esetén az összegezés kiküldésétől számított 10. nap után aláírható a szerződés a nyertes ajánlattevővel. Köszönöm szépen. Én köszönöm a rövid összefoglalót. Képviselő urak, hölgyek, hölgy, kíván-e kérdést intézni a közbeszereztetőhöz? Nem, akkor Róka Péter. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Tehát akkor jól értjük, hogy 9 ajánlat kérés kiment, de abból 1 volt érvényes. Kicsit komplexebb, tehát két részben került nyílt pályázat kiírásra. Bárki jelentkezhetett, aki úgy érezte, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel és versenyképes ajánlatot tud adni. Ebből 3 kategóriában lehetne összefoglalni az ajánlatokat. Az egyik az az érvényes ajánlat. Érvényes ajánlatunk jelenleg részenként 1 darab van, a nyertes. Utána vannak olyan ajánlattevők, akiknek már az eljárás értékelése és az ajánlatot alátámasztó dokumentumok vizsgálata során olyan hiányosságai merültek föl, amelyeket nem pótoltak időben, így egyes ajánlatok érvénytelenné nyilvánításra kerültek, valamint olyan ajánlattevők, akik az értékelési szempontok szerint tett meg ajánlásaikat megfelelően igazolták, alátámasztották, ők az el nem bírált kategóriába kerülnek, mivel tőlük már nem kerültek bekérésre a további egyéb dokumentumok, illetve vizsgálatra, csak az a köre a dokumentumoknak, ami az értékelési sorrend felállításához szükséges volt. További kérdés nincs, a határozati javaslatot ismertetem, illetve szavazásra bocsátom. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceghalom a Csicsergő óvoda felújítás és bővítése Herceghalmon című projekt. Hát itt a szöveges részben szerint kihúzzuk a Herceghalom kétszer szerepel. Lehet, hogy már itt nem. Itt már nem. Ez a pénzügyi bizottság. Igen, ez már egy korábbi. Végülis nem változott csak ebben. Tehát akkor kezdem újra a határozati javaslat ismertetését. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Csicsergő óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon című projekt egyes részére lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az építéssel a KVÉP építőipari és szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot, cím 4600 Kisvárda, ipari út 3178/19-es helyrajzi szám, bízza meg 210.962.568 forint plusz áfa, azaz 267.922.461 forint értékben. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Csicsergő óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon című projekt
kettes részére, a következő második részére lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az építéssel a KVÉP építőipar és szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot 4600 Kisvárda ipari út 3178/19-es helyrajzi számú bízza meg 5.103.129 forint plusz áfa, azaz 6.480.974 forint értékben, ami ugye ez a parkoló biztonságossá tételére vonatkozik a központi óvodai épület környékén. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az 1-es, 2-es pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet a pályázati keret terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős a polgármester, határidő 2022. október 30. Indítható a szavazás. Igen. A név szerinti szavazást rendelek el. Ezt most akkor hogy folytatjuk le? Vagy te vagy én, olvassuk a nevet, és akinek mondjuk a nevét a jelenléti év alapján, az nyomja be a gombot. És amikor mondja. A végére értünk, akkor rendben van, akkor név szerinti szavazást indítunk. Akkor én vagyok az első, akkor én igennel szavazok. Cserkuti Edina, elnökasszony. Igen, nálam sem. A név szerinti szavazás az azért azt jelenti, hogy teljesen publikus a... Hát amúgy is, mert nyilván a jegyzőkönyv számára az elérhető, hogy ki hogy szavazott, de így akkor egyértelműen a szavazatot megismeri a teljes publikumnak, közösség. Jó, igen. Köszönöm szépen. Somogyi Kálmán. Igen. Köszönöm. Következő Kazán Tibor alpolgármester úr. Támogatom. Igen. Igen. Losonci Csongor képviselő úr. Igen. Dr. Szendrei Bence elnök úr. Igen. És Róka Péter elnökhelyettes úr. Igen. Köszönöm szépen. Tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Rövid szünetet rendelek el. Hét igennel a határozati javaslatot elfogadta a testület. A következő napirendi pont ismertetés előtt közlöm, hogy már délelőtt alpolgármester úr dr. Petrik Péter jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Következő napi rendi pont Herceghalom 1-es számú főút melletti zajárnyékoló fal engedélyezési terveinek póttervezésére a megbízott tervezőtől érkezett egy árajánlat, és póttervezése tárgyában szükséges döntenünk. Én kérem a cég képviseletében itt jelen levő urat, hogy foglalja el a vendég széket, illetve mikrofonnál foglalja helyet. Én azért ismertettem a pénzügyi bizottság határozati javaslatát, mert lehet, hogy könnyen lehet, hogy akkor nem is alakul ki heves vita, mert egy kompromisszum született a tárgyban, hogy Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete, a képviselőtestület 56/2022, 4.5 számú határozata alapján az Economy Home Kft-vel 1116 Budapest, Barázda utca 40, földszint 4, Herceghalom 1-es számú főút melletti zajárnyékoló fal engedélyezési terveinek elkészítésére kötött szerződés teljesítésének felfüggesztéséről értesíti a tervezőt a közútkezelő írásbeli elvi hozzájárulásának beszerzéséig.
2. pontja ennek a határozati javaslatnak. Herceg-Halom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés felfüggesztéséről szóló megállapodás megkötésére. Felelős a polgármester, és határidő pedig a következő nap, tehát holnap, október 5-e. Ezt a határozati javaslatot egyhangulag a három jelenlevő tagja a pénzügyi és települési bizottságnak elfogadásra javasolta a testület felé. Igazából én azt gondolom, hogy ezek után nyilván megkezdődik egy tárgyalás, amit mindenképpen majd fölkeressük önöket, és akkor egy aktív egy-két hónap következik, a szerződés módosítására pedig sor fog kerülni, mert ott ugye határidők is vannak. Nekünk akkor egyelőre most semmi teendőnk nincs, jól értem, hogy az önkormányzat felveszi a Magyar Közúttal a kapcsolatot, és hát gondolom, illetve a szerződést módosítani kellene, tehát akkor vegyük fel egymással a kapcsolatot, és akkor a határidők tekintetében mindenképpen egy megegyezés szükséges. Jó. Tehát a szerződés módosítás az el fog indulni, függetlenül attól, hogy ez a Magyar Közúttal mi lesz a tárgyalás végeredménye. Hát egy írásbeli leíratot szeretnénk kapni, egy elvi hozzájárulást a Magyar Közúttal. Ugye egy 2-es számú variációt tártak elénk, az nem a Herceg-Halom önkormányzatának tulajdonában levő földterületen képzelik el a 2-es számú tervezett nyomvonalat, ezért tudom, hogy önök felvették a Magyar Közúttal a Pest megyei igazgatósággal a kapcsolatot, de ez nyilvánvaló, hogy nekünk felénk is írásban kell jelezniük a hozzájárulási szándékukat. Jó. Ahhoz, hogy érdemben el tudjunk kezdeni egyáltalán gondolkodni egy másik nyomvonalban. Jó, tehát akkor az nem volt elég, hogy ott egy korábbi egyeztetésen az elvi hozzájárulásokat végül is írásban is megadták már. Nem adták meg írásban megfelelően a hozzájárulásokat. Tehát egy korábbi egyeztetés, egy helyszíni bejárás volt. Igen, csak arról készült, igen, hogy egy emlékeztető, mivel az utolsó mondata, jól emlékszem, az volt, hogy a Magyar Közúttal a kialakítás az elvi hozzájárulását megadja. Konkrétan ez volt. Igen, föl fogjuk keresni, és ezt a hozzájárulást nekünk írásban meg kell, hogy adják. Ahhoz, hogy mi tovább tervezhessük azt a nyomvonal változatot. Az ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátom. Indítható a szavazás. Most megvan. 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került. Itt gyakorlatilag a szerződés módosítására módosításáról szól a határozat, nem másról, illetve egy hozzájárulási szándéknyilatkozatról. Köszönöm szépen, hogy elfáradt. A következő napi rendi pont: döntés a Herceg-Halomi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola terem használattal kapcsolatos megkereséséről. Meghívott Horvátné Gacsályi Marianna iskolaigazgató. Kérem az igazgatóasszonyt. Jó, akkor 5 perc szünetet rendelek el. Ebben a napirendi ponttal folytatjuk. Itt van igazgatóasszony is. Az imént a szünetben néhány mondatban felvázoltuk azt, hogy tekintettel a gazdasági helyzetre és a most élő rezsi díjakra, gáz és áram árakra. Ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy a kulturális és egyházi központ épületét bezárja hétköznapokra, ami nem érinti a miserendet sem, az istentiszteletek rendjét is. Természetesen minden programot meg fogunk tartani, így október 23-át az adventi rendezvényeket, de nem elvárható az önkormányzattól, hogy hatszoros áron kigazdálkodja azt a fajta működési költség tömeget, ami mondjuk egy hatszoros ár indikál.
és ezért a hittanórák helyszínéül felajánlottunk két másik helyszínt, amit amúgy pedig fűtünk, ez a polgármesteri hivatal tanácsterme és a Herceghalom községi könyvtárának épülete, illetve felső része. Nagyjából minden hittan tanár már reagált, és tudomásom szerint a könyvtárt választják. Amúgy pedig a megjelölt időpontokban, ez csütörtök délelőtt, nincs is nyitva a könyvtár, tehát semmiféle ütközés nem történik. Így a könyvtár is problémamentesen tud működni, és a kisdiákok is melegben tudnak lenni, mert a könyvtár épületét pedig az, ugye az iskolához csatolt egy kazánon van, tehát mindenképpen fűtjük. 23 fokra, 22-23 fokot tudunk biztosítani. Maga az előterjesztés, illetve a határozati javaslat arról szól, hogy korábban megszokott módon, és most is a 22-es, 23-as tanévben is az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket használja az iskola, ami eddigen szóbeli megállapodás szerint történt. Most szeretné az önkormányzat ezt írásban is megtenni, egy írásbeli megállapodást szeretne létrehozni, illetve aláírni az érdi tankerülettel, és tehát az Herceghalom község önkormányzata és az érdi tankerületi központ, mint bérbevevő. Ez mindenképpen fontos lenne, hogy írásban rögzítésre kerüljön a bérbevételi szándék, illetve a bérbeadási szándék. Az igazgatóasszony megjelölt több helyszínt, illetve helyiséget, amit használnak, ilyen a régi könyvtár két terme, ahol most tűzzománc és fuvalaoktatás folyik, a tornacsarnok előtere, a KEK oldalhajó, itt írhatjuk szerintem a KEK-et avval, hogy majd a szerződésbe belekerül, hogy a téli hónapokban, a fűtési szezonban lehetőséget biztosítunk más helyszínen is az oktatás megtartására. Olvasnám az előterjesztést. És ez lesz... Jó, de akkor tulajdonképpen de így is van oktatás, szerintem nyugodtan bele lehet írni. A mellékletet akkor majd így módosítjuk. És csak akkor jó, majd megbeszéljük, hogy akkor melyik melléklet, ez vagy az. Mert itt még benne van a KEK, de ebben meg nincs benne a könyvtár. Igen. De akkor mind kell, elvileg. Hát folyik az oktatás. Az rendben van. Igen. És most a könyvtárban, most akkor az is teljesen értelmetlen most a könyvtárat írni. Az is lehet, hogy KEK oldalhajó, zárójel, téli hónapokban könyvtár. Illetve polgármesteri hivatal, de ez más órákról van szó. Tehát a könyvtár az a... A könyvtár olvasóterme, az az alsó rész, az már harmadik éve tanteremként. Igen, de ez nem volt benne. Ja, nem volt benne, akkor ezt benne hagyjuk, illetve a negyedik római számmal a KEK-et írjuk be a csütörtöki nappal, és úgy, hogy zárójelben pedig téli hónapokban könyvtár olvasó. Jó, és akkor ezt tudjuk, hogy az első emeletet jelenti, és nem az alsó szintjét, amiben osztályterem került kialakításra. Igen. Akkor olvasnám a határozati javaslatot. Kérdezem a vendégtől, hogy egyéb hozzászólása, vagy olyan információ, tájékoztatás, amit szeretne a képviselőtestület elé tárni, van-e? De hát végül is a pénzügyi bizottságon itt voltál, Marian, de hogyha szeretnéd, akkor természetesen megadom a szót.
Köszönöm. Esetleg csak annyi, hogy a tegnapi nap folyamán kint volt az érdi tankerületi központ vagyongazdálkodási referense, aki találkozott a önkormányzat műszaki vezetőjével, egyeztettek a energia megtakarítási ügyben, a kazánhasználattal, a fűtés beállításával, az időtartamról, a szünetekről, a hétvégékről, tehát ők ezt ha nem is írásban, de szóban rögzítették, szerintem írásban is fog kerülni ebben a energia megtakarítási intézkedési tervbe. A tantermeknek a fűtéséről az, hogy nekünk milyen lehetőségünk van a fűtés állítására, illetve hogy ezt a 22-23 fokos hőmérsékletet tudjuk garantálni a diákoknak. Október 15 előtt fűtés nem lesz. Október 15 után kezdődik a fűtés, bár most még viszonylag hideg van az iskolában. Ezzel kapcsolatban ennyi, a termek használatával kapcsolatban pedig mindenképpen jeleztem ezt a szándékot az önkormányzat részéről, hogy kerüljön megkötésre egy ilyen szerződés, ami eddig nem volt, ugye a 2013-as átadás óta. Valóban csak egy szóbeli megegyezés volt, tankerületi referensnek én elmondtam, ők fognak erre reagálni, illetve a szerződést megkötni, én az intézmény képviselete vagyok, de a bérbeadó az érdi tankerületi központ. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásodat, természetesen föl fogjuk keresni az érdi tankerület vezetőjét, és akkor meg fogjuk kötni a szerződést. Én akkor még egy kulcsmondatot még egyszer elmondanék, hogy félreértés ne essék, tehát nem a kultúra ellen vagyunk, nem a gyermekek ellen vagyunk. Minden programot, minden kulturális programot meg fogunk tartani, minden osztályban 22 foknál sokkal magasabb lesz, tehát ugye 23-24 fokot lőtték be. A gyerekeken nem spórolunk, kultúrán nem spórolunk, viszont költséghatékonyan szeretnénk működni, és megkeressük, és meg is kerestük azon dolgoknak a lehetőségét, hogy hol az amúgy is fűtött szobákban folytatódjon tovább az oktatás, illetve a kulturális programok megfelelő helyszínen, hol tudnak akkor a továbbiakban is megrendezésre kerülni. Itt van a könyvtár, tökéletes kulturális program helyszín, stb. Tehát erről már beszéltem. Akkor a Herceghalm, vagy az előtte határozati javaslat ismertetését kezdem, mert az előbb is kezdtem gyorsan, de gondoltam, hogy akkor azért a jegyzőkönyvíró számára is ismertetem. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy az érdi tankerületi központ bérbevevő részére a herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola ingyenes használatába adja a 2022-23-as tanév első fél évére a mellékelt önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a melléklet szerinti szerződésben foglalt időben, szerződés tervezetben foglalt időben és feltételekkel azzal, hogy a helyiségek fenntartásával, működésével kapcsolatos és egyéb felmerülő mindennemű költség az érdi tankerületi központot terheli. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. Felelős a polgármester, határidő folyamatos, indítható a szavazás. Két igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Nagyon szépen köszönöm, hogy Marian eljött hozzánk még egyszer, és remélem, hogy zökkenőmentes lesz az iskola működése a téli hónapokban is. Következő napi rend, dipont. Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola felvételi körzetének megállapítása.
Az Érdi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója az önkormányzat véleményét kérte a tekintetben, hogy a felvételi körzet megállapításához alakítsa ki azt. Jéző asszony, hogyha kívánja, akkor foglalja össze röviden. Valójában arról van szó, hogy a következő nevelési évben a tankötelezetté váló herceghalomi lakcímmel rendelkező gyermekek magas száma indokolja, meg minden évben meg kell határozni a felvételi körzetet, és mivel magas a gyermekek száma, semmiképp nem indokolt, hogy a herceghalom közigazgatási határán túlnyúlva legyen megállapítva az ellátási kötelezettség, hanem csupán herceghalom közigazgatási határára vonatkozzon. Ezt tartalmazza a határozati javaslat, és ezt javasolnánk az Érdi Tankerületi Központnak is. Igen, hozzászólás nem lévén, akkor a határozati javaslatot olvasom, tekintettel arra, hogy ahogy a jegyzőasszony említette, hogy nagyon magas a születések száma, ezért a közigazgatási területben kérjük meghatározni az iskola körzetét. A Herceghalmi Község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola felvételi körzetét a 23-24-es tanévre vonatkozóan Herceghalmi közigazgatási területében javasolja meghatározni. Herceghalmi Község önkormányzatának képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselő testület véleményét az Érdi Tankerületi Központ igazgatójához juttassa el. Csizmadia Zsuzsanna polgármester a felelős, és határidő október 15, hogy a levélben ezt a határidőt határozták meg. Indítható a szavazás. Hét igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Mint ahogy már itt az előzőekben tárgyaltuk, és az előterjesztés mindenki számára ismert, még egyszer elmondom, mert szerintem Herceghalom életében is nagyon nagy dolog, hogy 399.848.172 forint támogatást nyertünk a TOP Plusz pályázaton a Csisergő óvoda felújítás és bővítése tárgyában. A 5. napirendi pontban kiválasztottuk a kivitelezőt közbeszerzés folytán kapcsán, viszont a Herceghalom Község önkormányzatának képviselő testületének szükséges a dönteni arról is, hogy a munkálatok ellenőrzésével kit bíz meg. 3 árajánlatot kértünk be, és a legjobb árajánlatot az Optim hanem az Inversion műszaki szakértő és lebonyolító Kft. Adta. A képviselőtől kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, nem? Ezt is a pénzügyi bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testületnek, és olvasom a határozati javaslatot. Herceghalom Község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Csicsergő óvoda felújítása és bővítése című projektjének építéssel kapcsolatos műszaki ellenőri munkák lefolytatásával az Inversion műszaki szakértő és lebonyolító Kft. 1194 Budapest, Viola utca 32 címen bízza meg 1.450.000 forint plusz áfa, azaz 1.841.500 forint értékben. Herceghalom Község önkormányzatának képviselő testület az egyes pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet a pályázati keret terhére biztosítja. Herceghalom Község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős a polgármester, határidő október 30. Indítható a szavazás. Két igennel a határozati javaslat elfogadásra került.
következő napirendi pont szintén egy műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozik. Az előterjesztést szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság, és egyhangulag a következő határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Mindjárt olvasom. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a herceghalomi futballpálya körüli futókör építésével kapcsolatos műszaki ellenőri munkák lefolytatásával az Inversion műszaki szakértő és lebonyolító Kft. 1194 Budapest, Viola utca 32, bízza meg 400 ezer forint plusz áfa, azaz 508 ezer forint értékben. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az egyes pontban foglalt feladatok ellátására fedezetet az önkormányzat 2022-es évi költségvetéséről szóló általános tartalékkeret terhére, rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős Csizmadia Zsuzsanna polgármester, és a határidőt én előbbre tolnám, tekintettel arra, hogy már a futókör, tükör már kialakításra kerül lassan, a nyomvonalát kitűzték, tehát adjunk meg egy október 6-ai időpontot, úgyhogy mi már azért holnap felkeressük a műszaki ellenőrt. Tehát október 6-ai időponttal a szerződés mindenképpen szükséges aláírni, hogy legyen értelme a műszaki ellenőri feladat ellátásának. Egyébként azoktól kértünk árajánlatot, akik az óvodával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokra adtak árajánlatot, és ez szintén az Optim és az Inversion közülük ketten jeleztek vissza és adtak árajánlatot. A határozati javaslatot akkor szavazásra bocsátom. Indítható a szavazás. Hát igen, egy tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napirendi pont. Döntés Herceghalom, Móricz-ligeti játszótér felújítása tárgyában. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta e határozati javaslatot is. Néhány szóban ismertetném az előzményeket. Az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázaton 5.999.999 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Móricz-ligeti játszótér korszerűsítésére, felújítására. Itt eszköz beszerzésről és gyakorlatilag gumiburkolat és járda kialakításáról van szó. Tulajdonképpen ennek a tervnek a megismerése a képviselőtestület részéről már egy döntés formájában megtörtént tavaly év folyamán, de akkor megvártuk a pályázatot, és hát a pályázat kiírása után tudtuk meg, hogy meg is nyertük, és akkor így nem került sor a kivitelezésre. És picit módosult is a terv, emiatt új árajánlatokat kértünk be, a legolcsóbb árajánlat tevő pedig a CIR építőipari Kft. Hozzászólás nem lévén olvasom a határozati javaslatot. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Móricz-ligeti játszótér felújításával a CIR építőipari Kft. 4355 Nagyecset Zöldfa út 25 bízza meg 2.900.000 forint plusz áfa, azaz 16.383.000 forint értékben. A Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az egyes pontban foglalt feladatok ellátására
5.999.999 forintot a Magyar Falu Program pályázati költség terhére, és további 10.383.000 forintot pedig az önkormányzat 2022 évi költségvetésének, az önkormányzat 2022-es évi költségvetésének a felhalmozási kiadási felújítási keret terhére biztosítja. Tehát felhalmozási kiadás felújítási keret terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős polgármester, határidő 22. október 30. Hát az a határidő, ha előbb aláírjuk, akkor annál jobb. Indítható a szavazás. Őt igen, 2 tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került. A felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása következik. Megadom a szót Cserkuti Edina, Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnök asszonyának, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 10 személy nyújtott be pályázatot ösztöndíjra. Ebből a 10 személyből 2 új és 1 visszatérő volt. A régieknek a maximumot, az újaknak a 10.000 forintot javasolja a bizottság, illetve a visszatérő pályázónak is a maximumot javasolja. Köszönöm szépen az ismertetést. A határozati javaslat az arra vonatkozik, hogy felolvasod, Edina, mert nálad van a... Vagy illetve hát azt is lehet mondani, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság által elfogadottokkal megegyező határozati javaslatot terjesztek elő a testület részére, és indítható a szavazás. Kérem a szavazás, és köszönöm mindenkinek a türelmét. 6 igen, 1 tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napi rendi pont. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatója a szociális segélyezésről és a juttatásokról, valamint a civil szervezetek támogatásáról. Elnök asszonyt felkérem, hogyha szükséges, röviden ismertesse, de igazából mindenki ott van az anyag, nem feltétlenül szükséges, csak hogyha szükségesnek érzi néhány mondatban. Bizottság munkatervének elkészült ugye a segélyezésről, a programtámogatásokról az anyag. Igazából nem tudom még mit fűzek hozzá, mindenki gondolom átolvasta. Kérelmezők számára egy embert utasítottunk el összességében arra hivatkozva, hogy mert egy hónapon belül újra nyújtott be kérelmet, igazából egy elutasítás volt, csak az összességében mindenkinek tudtunk segélyt jutatni, aki igényelt. Nagyon szépen köszönöm ezúton is a Humán és Környezetvédelmi Bizottság munkáját. Itt ugye nyilván, ahogy elnök asszony is mondta, hogy tulajdonképpen mindenkinek egy kivételével, de az is csak azért, mert gyakran, tehát egy hónapon belül kétszer adta be, 93 kérelem érkezett be, és ebből 92-t pozitívan bíráltak el. Nagy szükség van erre, hála Istennek úgy tűnik, hogy van még pénz, hogyha esetleg a rezsidíjak emelkedése miatt az önkormányzathoz kénytelen fordulni a herceghalomi lakos, akkor nem fogják elutasítani, mert tudunk biztosítani neki átmeneti szociális segélyt. Még egyszer köszönöm a munkát. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a képviselők közül? Nem. Akkor gyakorlatilag a határozati javaslatot felolvasom. Egyszerű szavazati többséget igényel. Herceghalom község önkormányzata
képviselőtestülete a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatását a szociális segélyezésről és juttatásokról, valamint a civil szervezetek program támogatásáról tudomásul veszi, felelős az elnök asszony, Cserkuti Edina, HKB elnök, határidő azonnal, indítható a szavazás. Két igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napirendi pont, Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület utánpótlás nevelés megfelelő biztosítására nyújtott támogatás elszámolása. Így gyakorlatilag még egy fényképes beszámolót is kaptunk. Röviden annyit, hogy a 2022-ben a 94/2022 6. hó 7-es számú határozatával a Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület részére a Herceghalom utánpótlás nevelésének megfelelő biztosítása érdekében az önkormányzat 4,5 millió forint támogatást biztosított, és erről ugye a támogatási szerződés értelmében 22, tehát ez év 22. szeptember 30-áig köteles elszámolni a kedvezményezett. Az egyesület elnöke szeptember 18-án nyújtotta be a számlákat, valamint a forgalmi engedélyt, tehát eleget tett a szerződésben foglaltaknak. Elnök asszony vagy képviselő úr kíván e napirendi ponthoz hozzászólni? Somogyi Kálmánnak megadom a szót. Az elszámolást azt láttam én is, mivel az egyesületi tagságba érintett vagyok, én itt tartózkodni fogok majd a szavazástól, de egyébként más hozzáfűzni valóm nincsen. Köszönöm. Köszönöm. Felolvasom a határozati javaslatot. Dr. Szendrei Bence. Köszönöm szépen. Nekem volt előzetesen egy olyan kérésem, legalábbis polgármester asszony felé, hogy amennyiben lehetséges, akkor egy vételi jog legyen kikötve az önkormányzat részére a támogatási szerződésbe. Az lenne a kérdésem, hogy ez belekerült a szerződésbe, vagy sem. Ugyanis a forgalmiban én nem láttam feltüntetésre a vételi jogot. Szünetet rendelek el addig, amíg ezt a megnézzük. Válaszra megadom a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. Igen, belett szerkesztve a szerződésbe a vételi jog az önkormányzat részére. Rendben, köszönöm a választ. És akkor a következő határozati javaslatra teszek javaslatot. Következő határozat elfogadására teszek javaslatot. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete a Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület Herceghalom utánpótlás nevelésének megfelelő biztosítása érdekében nyújtott támogatásra szóló elszámolását a következő testület élősen tárgyalja. Aki ebben egyetért, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Indítható a szavazás. Hét igen, a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napirendi pont, döntés. Herceghalom területén lakossági csomagautomata telepítésének tárgyában. Megadom a szót Róka Péter elnök helyettes úrnak, hogy ismertesse a napirendi pontot. Paketa Hungária Kft. Kért kvázi önkormányzati területet, amivel ők le tudnak tenni a csomag automatájukat. Fizetni, nem fizetni kérte, tehát béleti díj, illetve területére nem fizetnének. Ez a kérdés, hogy tudunk-e olyan területet adni, amire ők ezt durván, ha jól tudom, 2 négyzetméter alapterületű területet beton alapra rá tudnának tenni, ennek a világítását, illetve a elektromos hálózatát ők napelemmel megoldanák, hogy ezt jól mondom. Itt ez a kérdés, hogy az önkormányzatnak van-e olyan területe, amit az ő a cég rendelkezésére tudna biztosítani, megjegyzem, díj nélkül, ingyen. Köszönöm szépen. Tehát
és ugye három helyszín, abból egy nem is önkormányzati került szóba a bizottsági ülésen, az egyik a benzinkút volt, a másik pedig ugye a Kóppal szembeni parkoló egyik részén, ahol korábban a szelektív hulladékgyűjtő kukák álltak, illetve javaslat érkezett arra is, én azt gondolom, hogy ez a legelfogadhatóbb, hogy a mostani hulladékudvarnak a kerítés elemére állítsuk rá, és tulajdonképpen a kerítés sikjában kerülne elhelyezésre a járda mellett. Nem tudom, mennyire elképzelhető azt, tehát gyakorlatilag ugye van egy tolóajtó, meg van 3-4 egységnyi kerítéselem a Kóp melletti önkormányzati területen is, esetlegesen a járda közvetlen közelében a kerítésre építsük rá. De ez csak egy megkeresés, természetesen dönthet úgy a testület, hogy egyáltalán nem kíván önkormányzati területet adni erre a célra, és megjegyzi, hogy keresse meg a benzinkutat e tekintetben, vagy a benzinkut tulajdonosát. Megadom a szót dr. Szendrei Bence elnök úrnak. Köszönöm. Itt a kérdés az, hogy mennyire válna használhatatlanná a terület. De értelemszerűen állagrombolás nélkül nem lehetne, ha meg oda egyszer letelepítjük, leszerződünk velük. Onnantól kezdve az nem úgy működik, hogy amikor hasznosítani szeretné az önkormányzat, bármilyen okból kifolyólag a területet, akkor csak úgy kiteszi onnan a szolgáltatót. Amúgy ez a Paketta Hungary Kft., tehát ugye ők az egyik legkedvezőbb ilyen csomagküldő szolgálat, tehát a legolcsóbb az összes közül. A kérdés, én először amúgy megszondáztatnám a lakosságot, hogy van-e igényre, mert ugye már van szolgáltató, kettő, és kérdés, hogy van egy harmadikra igény. Tehát nem tudom, hogy milyen a mostani kettőnek a kihasználtsága, fogalmam sincs, de nem vagyok benne biztos, hogy kellene egy harmadik, viszont önkormányzati terekre csak akkor gondolnám, hogyha megfelelő garanciákat tudunk a szerződésbe be lehet tenni, hogy amikor szükség van arra a területre, akkor azt megfelelően tudja használni az önkormányzat. Viszont, hogyha a területet érintően tennénk oda, a kerítés síkjába, értelemszerűen nem vagyok benne biztos, hogy megfelelően használható lenne az a terület a későbbiekben. Anélkül, hogy itt érdekkonfliktus állna fenn esetleg azt használó lakosok meg az önkormányzat között. Én jobban preferálnám azt, hogyha ez esetleg a benzinkútnak a környékére kerülne. Megadom a szót Róka Péter elnök helyettes úrnak. Teljesen egyetértek a Bencével, hogy arra a telekre semmiképpen sem ennél tudtam megíteni, nehezen lehet. Illetve a másik kettő is, ha jól tudom, magánterületen van a másik két. Szerintem folytassuk ezt a nemes hagyományt. Köszönöm. Most két variáció van, hogy ugye elvetjük, vagy tovább tárgyalásra javasoljuk, átgondoljuk még egyszer, és akkor visszahozzuk a következő testületi ülésre. Immár több információval a tarsolyunkban esetleg árnyaltabban látjuk a dolgokat. Van-e ügyrendi hozzászólása az elnök úrnak? Köszönöm, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy úgy önkormányzati területre, most legyen szó akár olyanra, ami hogyha lenne is olyan, ahova ingyenesen telepíthetni ezt a szolgáltató, azt elképzelni nem tudom, ugyanis annak a területnek abszolút a használhatóságát ezt a jövőbe ellehetetleníteni, és ténylegesen csak egy problémahalmot venne a nyakába, ha csak nem szükséges tényleg egy harmadik csomagautomata szolgáltatónak a megtelepedéseit a településen. Akkor jól értem, hogy tulajdonképpen nem ügyrendben nem kíván egy másik határozati javaslatot megfogalmazni, akkor ezt így értelmezhetem? Egyébként lehet egy évre is szerződést kötni, és nyilván egy éven belül nem kívánjuk a Kóp melletti területet beépíteni. Kérdezem én, hogy ez a hozzászólása ügyrendi volt-e, mert akkor nyilván az utolsót fogjuk akkor
föltenni szavazásra. Ezért mondom, hogy az a kérdés, hogy a lakosoknak van erre igényük, mert ha esetleg van igényük, akkor lehet, hogy határozott időre érdemes lenne velük szerződést kötni. De ez csak akkor, ha van rá igény. És csak akkor önkormányzati területen, ha nem lehet más területen. Viszont tényleg olyan helyeken érdemes, ahol nagy a forgalom. Viszont értelemszerűen a Coop esetében ott már ott van egy másik csomagküldő. A benzinkútnál nincsen, ott is rettentő nagy a forgalom, viszont az nem önkormányzati terület. Először szerintem meg kéne kérdeznünk az önkormányzatnak, vagy elnézést a benzinkútnak a tulajdonosát, hogy őket érdekli ez a dolog. Feltételezem, a benzinkútat nem kereste meg, hanem rögtön az önkormányzatot kereste. Lehet, hogy át kéne oda irányítani, és hogyha esetleg falatba ütközik, akkor visszatérhetünk erre a kérdésre, de én ezt most nem érzem annyira aktuálisnak. Jó, megadom a szót Somogyi Kálmán képviselő úrnak. Köszönöm szépen. A lakosság megszondáztatását azt teljesen fölöslegesnek tartom. A lakosságnak arra lesz igénye, hogyha webshopból rendel, aki ezzel a szolgáltatóval szállít, és itt helyben van, akkor őt fogja választani. Olcsó is, de nem úgy keresel webshopot magadnak, hogy ki a szállítója, hanem hogy mire van igényed, és az megfelelő árut a megfelelő szolgáltatóval hozott ki. Ez az egyik. A másik, a Paketának az eddigi üzletpolitikája az volt, hogy elsősorban önkormányzati területekre szeretne oda telepedni, pont azért, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetnie, ettől tud nagyon olcsó lenni. A harmadik, néztem újabb területet, az előző kettőt is én javasoltam jöttemben, mentemben. A másik volt kukatároló terület a vonat felé való átmenésnél, hogy szintén van lehetőség gépjárművel megállni, akár kipakolni, akár bepakolni. Tehát, hogy az is egy lehetséges terület volna egy ilyen elhelyezésre. A másik hozzáfűzni való ugye az volt, hogy forgalmas terület legyen. Hát nem kell, hogy forgalmas terület legyen. A magának, az automatának az üzemeltetése, ahhoz igazából az kell, hogy meg lehessen állni a környékén. De hogy nagy forgalom legyen a környékén, az egyáltalán nem szükséges. Fölteszem a határozati javaslatot, és mindenki úgy szavaz, ahogy a lelki ismerete és a döntése kívánja. Amennyiben a Paketa ezzel nem ért majd egyet, ha esetleg nemleges a döntés, akkor újabb levelet ír legfeljebb hozzánk, és akkor újra tárgyalni fogjuk. Jó? Ettől függetlenül én azért akkor ezt a határozati javaslatot, amit kiküldésre került, felolvasom. Igen, mert hogy nem érkezett ügyrendi, csak kérdezem. Nem érkezett ügyrendi hozzászólás. Itt tulajdonképpen azon vitáztunk, hogy elfogadjuk, vagy nem. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy Herceghalom közterületén a Paketa Hungári Kft. 1044 Budapest Ezred utca 1-3-B-2-11 egy darab csomaga automatát elhelyezhet. Tehát ez most így általánosságban a közterületen. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza Csizmadél Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Amennyiben igen lesz a többség, akkor tovább kell tárgyalnunk, pontosítsuk a helyét. Tehát ezt így gondolom, a helyet pontosítandó. Addig most csak egy szándéknyilatkozatot fogadunk el, a tekintetben, hogy elhelyezhetek közterületen a Paketa Hungary egy csomag automatát. Felelős a polgármester, határidő 2022. október 30. Indítható a szavazás. Kettő igen, négy nem, egy tartózkodással. Ezt a variációt elvetettük, tehát akkor írunk majd a Paketa Hungary-nek, és akkor figyelmébe ajánljuk, hogy nekünk van egy benzinkútunk, és esetlegesen kérdezze meg a étet.
következő napirendi pont, ismertetem a napirendi pontot. Döntés Herceg-Alm község önkormányzat épületeinek, így a hivatal, óvoda, kek és a központi kazánhoz tartozó épületek, mint iskola, könyvtár, tornacsarnok, orvosi rendelő és posta, valamint a focipálya öltözőjének energetikai vizsgálat tárgyában. A képviselőtestület legtöbb tagja a pénzügyi és településfejlesztési bizottságon megismerte az előterjesztést, és a következő határozati javaslatot tárta a testület elé, javasolta elfogadásra, de nem érkezett több árajánlat. Három árajánlat érkezett e tárgyban, tehát tulajdonképpen az önkormányzat épületeinek energetikai vizsgálatát szeretnénk megrendelni, tekintettel ugye a gáz és az áram robbanásszerű árának növekedése tekintetében. Három árajánlat érkezett, 1.650.000-es nettó, egy 1.450.000-es nettó és egy 1.950.000 forintos nettó. Ezeket az árakat gondolom már voltunk kapcsolatban ezekkel a cégekkel. Pál Gábor műszaki előadó kérte be. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság egyhangulag úgy javaslata alapján mindenképpen szükséges egy cég felkérése, hogy az épületeinket energetikailag átvizsgálja. Szeretném kérdezni a képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk-e tárgyban. Elnök helyettes úr, aki levezette a PTB-t. Köszönöm. Valóban így van, tehát mindenképpen kell az, hogy kik, nem ismerjük egyiket se. Még kértünk be ajánlatot mástól is, még sajnos nem érkezett be, de mindenképpen valakit meg kell bízni olyan szempontból, hogy ugye mit tudunk forrulni, akár a kek bezárással, akár az egész energetikai felülvizsgálata. Értem ez azt, hogy inkább átérne az elektromos fűtésre, ahol gáz van, és lehetséges arra kis időre. Meg hogy napelem van. Meg hogy a napelemmel elég jól látotta az önkormányzat, illetve annak az épületei. Valamint az edukációval, hogy tudunk úgy kommunikálni, akár az iskolába, óvodába, és az összes olyan helyen, ahol tudjuk csökkenteni az eltelt, sajnos ez pénzbe kerül, ez is, illetve ha jól tudom, akkor kötelezettsége is van valamennyire egy energetikai, vagy egy ilyen energiamegtakarítás intézkedési tervet csinálni az önkormányzatoknak, vagy illetve az önkormányzatok. Ezt nem tudom, hogy ez most ide vonatkozik-e, vagy ez bizonyos település nagyságtól. Igen, és oktatás, tehát az igen. Is a kormányzat. Jó, hát azt is. Nem kaptunk ilyen jellegű megkeresést. Jó, persze. Nyilván valahogy ezt magunktól is megtesszük. És igen, azt érzem én is, hogy komplexen kell kezelni. De nyilván a gyakorlatilag lépéseket megtettük, ami a józanész alapján meg kellett tennünk. De hogy például én arra is választ szeretnék kapni, hogy mi az a hőmérséklet, este el kell, hogy érjen egy épületben, viszont ne fogyasszunk annyi sok energiát arra, hogy például az iskola 23-24 vagy 22 fokra fölfűtésre kerüljön reggel 7-re, fél 8-ra. Tehát nyilván ezt nem egy laikus polgármester vagy jegyző mondja el, hanem ezt az épületek energetikai átvizsgálása után egy akciótervet várunk a cégtől, akit megválasztunk most, vagy megszavazunk most arra, hogy ő csinálja meg ezt a vizsgálatot, és akkor egy átfogó, ahogy az elnök helyettes úr is mondta, egy edukációs terven keresztül minden olyan lépésben kérjük a véleményét, ami előbbre viszi az ügyet, tehát költséghatékonyan tudjuk működtetni az intézményeinket.
akkor mivel más árajánlat nem érkezett be, ezért a legjobb árajánlat tevő FZH tervezés szolgáltató Kft-t fogja tartalmazni a határozati javaslat, amit felolvasok. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy az önkormányzat épületeinek energetikai vizsgálatával az FZH tervező és szolgáltató Kft-t 1222 Budapest Karácsony utca 7 bízza meg 1.450.000 forint plusz áfa egyenlő, azaz 1.841.500 forint értékben. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestület az egyes pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet az önkormányzat 2022-es évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős a polgármester, határidő. Hát itt október 30 van, de itt minél előbb meg fogjuk oldani, hogy még a fűtési szezon előtt, tehát október 15-e előtt azért néhány intézkedést, amit lehet, már meg tudjunk tenni. Itt akkor a határozati javaslat október 30-át tartalmaz, ehhez akkor így ragaszkodunk is. Indítható a szavazás. Hét igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napi rendi pont, amit felvételre javasoltam az ülés megkezdésekor, Herceghalom Csicsergő óvoda 21-22-es nevelési év értékeléséről, illetve a 22-23-as nevelési év indításáról szóló tájékoztató éves munkaterv elfogadása. Vargató Csaba, Herceghalmi Csicsergő óvoda intézmény vezetője benyújtotta a beszámolóját az évértékelésről, amit 21-22-es nevelési évre szóló tájékoztatóját, és a beindításról, tehát az év nevelési év beindításáról, a 22-23-as nevelési év beindításáról szóló tájékoztatóját pedig szintén benyújtotta, valamint az intézmény munkaterv tervezetét, és kérte a fenntartót, tehát az önkormányzatot, hogy jóvá hagyja a tervezetet, illetve az évértékelést. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadta egyhangulag az évértékelést, illetve a tervezetet. A felmerült kérdésekre pedig a Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén válaszolt az intézményvezető. A bizottság jelenlevő 6 tagja egyhangulag, és akkor olvasom a határozati javaslatot, amit továbbtárgyalásra fogadott el a HKB. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete a herceghalmi Csicsergő óvoda 21-22-es nevelési évről szóló értékelőjét, valamint a 2022-23-as nevelési év beindításáról szóló tájékoztatóját, valamint az intézmény 2022-23-as évi munkatervét a benyújtott tervezettel megegyezően elfogadja. Felelős a polgármester és Vargatót Csaba intézményvezető, határidő folyamatos. Egyszerű szavazati többséget igénylő döntést hozunk, indítható a szavazás. Hét igennel a határozati javaslat elfogadásra kerül. Következő. A 18-as napi rendi pont döntés műszaki tanácsadásról Herceghalom önkormányzati létesítményeinek energiafelhasználás optimalizálására érkezett árajánlatról. Hát igazából itt egy kissé tanástalanul állok a napirendi pont ismertetésénél, mert gyakorlatilag már megtörtént erre vonatkozólag egy határozat elfogadása. Ugyanakkor ezt az árajánlatot én kértem, mert nagyon fontosnak tartom. Fontosnak tartom azért, mert ugye itt az energia felhasználás optimalizálásáról van szó, ugyanígy az edukálás, a csatlakozási pontokon mérések, főbb energiatermelők és felhasználók összeírása, tehát szintén mondjuk nem egy szak
ágig, hanem inkább egy komplex összeírása és javaslattétel a létesítmény működtetésére, javaslattétel az elkövetkezendő beruházásokra és épület energetikai módosításokra. Még egyszer mondom, a cél nyilván az energiafelhasználás optimalizálása lenne. A határozati javaslatot ismertetem. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete, a műszaki tanácsadás Herceghalom önkormányzati létesítményeinek energiafelhasználás optimalizációhoz tárgyú. Tar Szabolcs egyéni vállalkozó által benyújtott árajánlatot elfogadja, indítható a szavazás. Nem került elfogadásra a határozati javaslat. Az egyebek napirendi pontban Cserkuti Edina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint Losonci Csongor képviselő kért szót. Kérdéseket intéztek az iskolával és a herceghalomi Csicsergő óvodával kapcsolatban a jegyző útján a polgármesteri hivatalhoz, polgármesterhez. Az egyebek napirendi pontban 100.000 forint támogatásról döntött a képviselőtestület az október 15-ére meghirdetett iskolai Ökonap támogatására.